Üdvözlök mindenkit az Uniform Barlang nevében. A héten érkezett a most bemutatásra kerülő olasz haditengerészeti hagyaték, amely egy sapkából, gallérból, nyakkendőből és rendfokozatból áll. A sapkán körbefutó szalagon a szolgálat helyét az Ardito rakétás rombolónak a nevét olvashatjuk. Itt szolgált a sapka és a hagyaték tulajdonosa is az 1970-es évek elején. Ebben az időszakban Olaszországban, szintén, mint Magyarországon, sorozás volt. Sorállományúak szolgáltak nem csak a hadsereg és a légierőnél, hanem a haditengerészetnél is. A sorállományúak Olaszországban, akár csak nálunk, leszereléskor különböző emléktárgyakat készítettek. Míg nálunk a leszerelő zászló volt a sláger, Olaszországban, így a haditengerészetnél például, a gallérra írták rá a velük együtt szolgálók neveit, elérhetőségét és különböző üzeneteket. A gallér hátulján olvashatóak ezek. Az itt látható és olvasható születési évszámok arra utalnak, hogy ezek a 18 és 20 éves fiúk egy vadonatúj rombolón szolgálhattak, amely 1971-ben került vízre és vette át az olasz haditengerészet. Az Ardito rakétás romboló egy két tagból álló hajóosztálynak volt az egyik tagja. Több mint 4500 volt a vízkiszorítása ennek a hajóosztálynak, 140 méter hosszú volt, 14 méter széles, és a merülési mérsége pedig 4,6 méter volt. Közel 380 legénység szolgált rajta. A fegyverzete pedig különböző rakétaindító állványokból, torpedóvetőcsövekből és vegyes használatú lövegekből állt. A hajóosztályokra volt telepítve még két darab AB-212-es tengeralattjáró elleni helikopter is. A hajóosztályt többször modernizálták, de végül 2006-ban kivonták a flotta szolgálatából, és 2009-ben pedig véglegesen lebontották őket Olaszországban.